Eltörölhetik a házi feladatot, mert a gyerek is ember, mondta a miniszterelnök a diákok előtt tartott beszédében, ahol is többek között kitért arra, hogy személyesen ő és a kormány is mindent elkövet, hogy mihamarabb megszüntessék a házi feladatot. És hozzátette, hogy a kormány már januártól bevezetné a tiltást, miszerint a tanárok nem adhatnának házi feladatot. Továbbá évente csak egy, maximum 100 oldalas kötelező olvasmány elolvasására kötelezhetnék a tanulókat. Azt is hozzátette, hogy a következő időszakban listázni fognak, és ha januárban elfogadják a törvényt, akár visszamenőleg is jelentős pénzbüntetéssel sújtják majd azokat a tanárokat, akik házi feladatokkal terhelik a gyerekeket.